Jó napot kívánok, szeretettel üdvözöljük kedves hallgatóinkat. Ez az Oldalom Rádió nyugdíjas parlament rovata. Ebben a műsorban rendszeresen meghívunk egy-egy gondolkodót, egy-egy szolgáltatást ajánló vagy szakembert, és az idősek problémáit, idősek gondjait járjuk körbe, megpróbálunk segíteni, megpróbálunk lelkesíteni, megpróbáljuk kedvezővé tenni a hangulatát. A mai nap egy régi barátomat hívtam meg egy beszélgetésre, Csintalan Sándor kollégámat, a régi barátság miatt tegeződni fogunk. Remélem ez nem fogja a kedves hallgatóinkat zavarni. Jaj, de hogy nem, már le is kapcsolták, le is csinálni. Egy folytas tovább. Köszöntünk itt az Oldalom Rádióba, és beszélgessünk egy kicsit arról, hogy mi az a irányvonal, mi az a mester, mi az a gondolatvilág, amit te is azon túl, hogy az életkorunkban már elértünk az idősek korába, de úgy szívesen felemlegetsz, amikor az idősekről van szó. Tehát ott is kérdezhetném, hogy kiket tekintesz irányadónak az idősek magatartását, életével kapcsolatos gondoknál? Senkit nem tartok irányadónak. Ami mondjuk ebben az összefüggésben mondjuk meghatározó élmény számomra, az az, hogy meg kell barátkozni ezzel a ténnyel, és ez egy ilyen lelki állapot nyilván, mindenki számára feldolgozandó, aki idősebb generációnak gondol, vagy az idősebb generációhoz gondolja magát tartozni. Hú, de szépen megfogalmaztam. Na mindegy, 60 után egyszer csak eljön egy olyan idő, amikor úgy elmennek az ember barátai, tehát ez egy ilyen alapérzés a mindennapokat számomra meghatározó módon. Sokakra nap mint nap gondolok, átélem a hiányukat, meg fölteszem magamnak azt a kérdést, hogy mindazok, amiket annak idején elképzeltünk, akár egy gondolat, vagy akár egy eszme, vagy a világ egyáltalán, hogy vajon mennyire úgy alakult, amennyire vágytuk, vagy reméltük, vagy mit tudom én, hogy ne beszéljek rébuszokba. Én azért az életem nagy részét úgy éltem végig 2014-ig, noha volt balkáni háború. Eddig életemet úgy éltem végig, noha volt balkáni háború, és ezt nem akarom zárójelbe tenni, hogy itt Európában háború fenyegetés alatt nem kell élni, nem is annyira nekem, hát azt is elképzelhetetlennek gondoltam, de például, hogy a gyerekeim, vagy az unokáim nem ennek árnyékában nőnek fel. Vagy ugye volt egy közös kollégánk, főnökünk, Kósa Magda, Istenem, mit élsz előttünk azon, hogy az út nem vezet sehová, de végig kell menni. És de ez egy olyan hangulat volt mondjuk a 80-as évek végén, mint rohadt büdös kamcsik, ugye át voltunk adva a közmegvetésnek, így aztán igyekeztünk egzisztenciálista módon közelíteni a világhoz, aztán kiderül, hogy tényleg az út nem vezet sehová egyelőre legalábbis. No. Említetted... Ez nagyon vigasztaló volt. Igen, de említetted azt a zászlót, akit te is szívesen voltál társaságában, tanultunk tőle, én is, és hát itt is megemlékezünk, akkor rádió hullámhosszain is Kósáni Kovács Magdáról, akit nagyon sokra tartottunk mindnyájan, és hát azért a szociális szférában ő azért maradandókat is alkotott. Amikor miniszter volt, az egyik lemondása éppen azért történt meg, mert az idősekkel kapcsolatban akkori kormány olyan intézkedést hozott, amit ő már nem tudott felvállalni, úgyhogy köszöntünk Magda itt a éteren keresztül. No,
Hogyan viszonyul szerinted a társadalom az idősekhez? Látják-e az idősekben azt az értékhordozást, azt az értéket, azt a korábbi teljesítményt, aminek a gyümölcsét a mai korosztály élvezi, vagy inkább a megvetést, vagy feleslegesnek tartják, vagy inkább tehernek tartják-e? Tehát úgy kérdezném, hogy erőforrás vagy teher az idősek társadalma ma a mai társadalomnak? Na, ez egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom, a világ nagy részében hogy van, itt, kis hazánkban most, azért az eléggé nyilvánvaló, hogy mondjuk a hatalom, a regnáló hatalom, az igyekszik magáról egy olyan képet kialakítani, hogy megbecsüli a nyugdíjasokat, a nyuggereket, az öregeket. Amúgy a második megjegyzésem az az, hogy én teljesen farsnak gondolom azt a megközelítést, hogy és akkor az eddig elvégzett munkánk, vagy el nem végzett munkánk, vagy az eddigi életünk minősítése alapján kéne tekinteni, elfogadhatatlan számomra, a ma élő idősekre. Nyilván egy fontos kérdés, mit hagytunk, mit fogunk örökül hagyni. Lehet ezt kritikailag szemlélni, és sokféleképpen. De hogy egy nemzedék, vagy az idősek generációi, nemzedékei aszerint és pusztán aként legyenek megítélve, egyáltalán persze ne legyenek megítélve, hogy mi volt, és mit tettek, és hú, hát, és akkor megdolgoztak érte, meg nem tudom mi. Ez egy teljesen falsút. Én azt gondolom, hogy amíg él az ember, amúgy ez nagy mértékben és globálisan is igaz, gazdasági értelemben, szociális értelemben, az innováció értelmében, ugyanolyan, hát, az ugyanolyan visszavonom, mert azért az nem árt, hogyha az emberen a koszon kívül valami más is ragad, tehát az élettapasztalat, a tudás, mert én azért arra azt gondolom, hogy a sok-sok ellenpélda ellenére az ember egész élete a tanulásról szól, és ennek megfelelő reakciókról. No, szóval azt akarom kinyogni, hogy egyébként a világgazdaságnak jelen állás szerint is nagy részét, az innovációnak egy jelentős részét, nagyon leegyszerűsítve pusztán az generálja, hogy vannak idősek. Úgy is, mint alanyai, és úgy is, mint tárgyai, úgy is, mint olyan emberek, akik a kapcsolatban felmerülő igények és keresletek generálják a technológiai fejlődést. Tehát egyáltalán nem gondolom, hogy ebben a... És akkor az öreg haszontalan, letette, amit le kellett tennie, és egyébként annak alapján kell megbecsülni. Nem, most is teljes értékű életet kell biztosítani, és a biztosítás azért, ezt a szót azért használom, mert én azt látom, hogy őrült nagy vesztesége a magyar társadalomnak, az a sok szempontból politikai és kulturális értelemben is gerjesztett ellentmondás, ami mindig erről ahhoz a reményhez fűződik, és kellenek az új arcok, és a fiatal, jöjjenek a fiatalok. Jöjjenek, de egy egészséges, mentálisan és közéletileg és politikailag egészséges társadalomban, ahol egyébként ugye vannak nők és férfiak és mindenféle emberek, ezeknek nagyjából a reprezentativitása úgy jó, hogyha statisztikailag az eloszlás olyan, mint amilyen egyébként a társadalom egyáltalán,
És ahhoz, hogy itt ma ebben az országban mi történik, ahhoz az öregeknek pont annyi közük van, mint a fiataloknak. Ha másért nem, de ezt a másért nem, ezt most idézőjelbe tettem, tudom, hogy megdöbbentő dolog lehet, hát olvasom én is, valamicsoda baromságok hangzanak el ezzel kapcsolatban. Te is tudod, két unokád van, nekem három. Sokkal inkább tekintek a jövőre felelősséggel, mint bármikor. Ráadásul abban a tudatban, hogy most már nem végtelen az idő, mert amikor az ember 20-30-40 éves, akkor végül is a végtelenben gondolkodik. Igen, örülök neki, hogy szóba hoztad azt, hogy nem a múltból táplálkozó az a gazdasági vagy morális viszony az idősekhez, hogy ők nem csak, hogy ők mit tettek le az asztalra, hanem mai napig is ők értéket hordoznak. Mi, Misikém, mi? Nem ők, hát mi? Hát az idősek. Mi is benne vagyunk, persze, hát értéket hordozunk. Ilyen ez például, hogy értéket közvetítünk, így az Oltalom Rádió is egyik feladata, hogy ezeket az értékeket eljutassa a hallgatósághoz. Hogyan vélekedsz arról a történelmileg kialakult helyzethez, hogy amikor általad is emlegetett aktívabb életszakaszunkba éltünk egy bizonyos viszonyok között, és akkori lehetőségnek megfelelően nem az volt a fő szempont, hogy hogyan tartalékoljunk idősebb korunkra, mert azt majd az állam fogja biztosítani a tisztességes megélhetést, azaz elvonták azokat a forrásokat, amelyeket ma most meg számon kérnek, és ma azt mondják, hogy öngondoskodás, és teremtsd meg magadnak a szociális biztonságot, teremtsd meg magadnak a létfeltételeidet, miközben amikor ezt mi felhalmozhattuk volna, akkor mi ezt nem tettük meg. Tehát, hogy ugye mostani jogszabályokban ez egy visszaköszönő szemlélet, hogy mindenki magának teremtse meg az öngondoskodáshoz szükséges feltételt, és ezeknek a társadalom 20%-át kitevő 60 éven, 65 éven felülieknek pedig hát ma már nincsen arra módjuk, hogy akkumuláljanak erre forrásokat. Nézd, az, ami most elhangzik a szociális törvény és egyéb ügyekben, ez rabló mese, blabla, a kérdés nem is így vetődik föl szerintem. Én komolyan mondom neked, sose gondolkodtam azon, hogy nem gondoltam arra, hogy egyszer abba fogom hagyni a munkát, ha munkának lehet azt nevezni, amit én egész életemben csináltam. Amikor 2018-ban kirúgtak a rádiótól, akkor közölték a kollégáim, és vettem döbbenten tudomásul, hogy nyugdíjas vagyok. Tehát nem készültem sose arra, hogy arra meg különösen nem, hogy majd az állam eltart, hát azt arra meg végképp nem. Nem tudom, hogy ki hogy volt, erre nézvést én erre a retrospektív tényfeltárásról semmiféle adatom és tapasztalatom nincsen, emlékeim szerint jellemzően azért, itt tudom én, 20 éves korunkban azt gondoltuk, mint amit most is gondolnak elég sokan, hogy mint például én is, hogy hát nekem lakásom, ugyan már, hát miből? Tanár voltam, vagyon nem volt. Itt szerintem nyilvánvalóan is élesen ki kell ebből a gondolkodásból szállni, és világosan kell arról beszélni. Kérem tisztelettel a magyar állam, és ez a kurzus olyan gazdaságpolitikát folytatott az elmúlt 12 évben, nem volt hibátlan nyilván az előző korszak sem, mert az meg teszetosza volt, meg hát egyébként is különös félreértések és
meg nem alapozott remények táplálták a hazalakosságát a rendszerváltás kapcsán. Azt mondom, oda akartam kiukadni, hogy az a körítés, az a rablómes, az az ideológia, amit most itt elővettek, öngondoskodás és egyéb okba, hát mindösszesen azért szükséges és kényszerű, mert az állam olyan elképesztően, ez a magyar állam, a mostani rendszer, az Orbán rendszer, az Orbán állam olyan szinten fosztotta ki a magyar gazdaságot, olyan irányba tolta, ami a növekedést olyan beruházásokra, olyan fejlesztésekre ből és lefordította, amelyek nem termelnek profitot. Fogy a lóvé. Végtelenségig nem lehet a pénzjegynyomtát működtetni. Az inflációt mesterségesen gerjesztik, nincs lóvé. De évek óta az oktatásból, az egészségügyből és a szociális szférából veszik ki a pénzt. A mit tudom én milyen stadionból, ezek mind Stadler művek lesznek. Az építőipar és a beton a magyar növekedés alapja tart, ameddig tart. És ezeknek a jövedelemtermelő képessége az nagyjából a mínusz végtelen. Ha tényleg ez a 30%-nyi magyar bérmunkára épülő multi beruházásokból létező autóipar, most meg már ugye tegyük hozzá, külön hatalmas domináns iparág lesz lassan az akkumulátorgyártáson túl. Itt az oktatásügyből, az egészségügyből, a szociális szférából, hogyha kiveszik a pénzt, és emellett az unió által az elmúlt 12 évben ide tolt lóvé egyötödét ellopták. Na most, hogy ehhez milyen masszatolás van kitalálva, mondjuk az egy drámai dolog, hogy ideológiai vitává transformálódik, és mondjuk az egész azzal van elintézve, hogy az Orbán rendszer neoliberális gazdaságpolitikát folytat, de nem neoliberális gazdaságpolitika, ez fosztogatás. Úgyhogy én ebben a izében nem is vagyok hajlandó belemenni. Beszéljük világosan, konkrétan, ne hagyjuk magunkat ilyen ebben a kérdésben ideológiai, meg gazdaságstratégiai emelkedett izékbe elvinni. Okay. Ki van fosztva a magyar gazdaság? Pont. Milyen most elég napirenden van itt az oktatással, pedagógusokkal, a jövő generációval kapcsolatos kérdések. Ilyen körülmények között mi lesz a felnövekvő fiatalságból? Milyen tudással, milyen jövővel állnak elő? Hát ugye te is mondottad, hogy gyermekeid, unokáid vannak, nekem is vannak, és ezekért érzett felelősségbe legalább intellektuálisan biztos, hogy foglalkoztat bennünket, hogy 3 éves korba köteles vagy állami intézménybe beadni a gyermekedet, mert köteles vagy, és állami intézmény rendszeren keresztül vezette az útja kötelezően, majd az ilyen lefosztott, lerabolt oktatásrendszerből, akik kijutnak, azok milyen Magyarországot fognak itt látni és találni? Hát nézd, egy dolog biztos, hogy ez az ország nem a tudásversenyben akar nyertes lenni, ami a kulcsa annak a jövőnek, amit mi már nem nagyon fogunk látni. Ebben az értelemben, csak azért hallgattam, meg nehéz ezt kimondani, ebben az értelemben 20-30-40-50 éves távlatban nem látok apokaliptikusak a látok.
tomásaim. Azt látom, hogy ugye már régen emlegetett tudás alapú társadalom és tudásverseny kulturális, technológiai, informatikai, nyelvi értelemben a kreativitás őrült nagy szerepe, az növekedni fog tovább. De most egy kaszárnyából kikerülő gyerek vagy honfitársunk persze a maga útját is tudja járni, hiszen már globális nyilvánosság van. Én azt is, hogy a mostani demonstrációknál olyan sokan szerepelnek, fiatalok, gimnazisták. Egyrészt ez egy életkori sajátosság, mindig 18-14 éves kor után azért az ember, vagy amikor kezd magához térni, akkor nyilván kritikus a felnőtt társadalomhoz. De hiába Vas Alberteznek, meg hiába akarnak itt kaszárnyát csinálni, egyébként hosszabb távon ezekben a gyerekekben felkeltik a revényt és a motivációt, az igényt arra, hogy ennek ahhoz a globális világhoz igen csatlakozzanak. Mit fognak csinálni? Hát egy részük elmegy. Mit fognak csinálni? Sajnos persze csak döntően azok, akik megengedhetik maguknak. Ma már azért nem egy olyan nagy jó, hát pénzkérdés, mondjuk a gyerekeknek jó képzést produkálni. Egyelőre még nem a türk tanácshoz tartozunk, mondjuk az egyetemistáinknak is, ugye azért van Erasmus, ez meg az, meg az. Tehát vannak még nyitott ajtók. Az állam ezeket az ajtókat igyekszik becsukni, ez az állam, ez a rendszer, ami bérmunkást óhajt produkálni. Ugye nagyon régi evidencia, akkor a megörökönyödés volt, hogy a parag azt mondta, hogy még mindig a munkabér a versenyelőnyünk, ami egyébként más szempontból azért is egy röhely, és egy katasztrófa, mert ez egy 10 milliós ország. Hát itt azért azt tudni kell, hogy a munkaerőpiaci szereplőkkel versenyzünk, ahol sok 10 millió munkavállaló van. Jelenállás szerint mink annyiban vagyunk értékesek, amennyiben ide tartozunk még az Unióhoz, és nyilvánvalóan egy uniós tagországban érdemes az unión kívüli befektetőknek a szart idehozni. Na, visszatérve a kérdés lényegére, valószínűleg rengetegen el fognak menni. Azt gondolom, és nem csak azért, mert mit tudom én, jobb munka körülmények, vagy nem tudom micsodák, vagy jobb fizetést fognak találni. A rohadó és már nem létező Németországban, mint tudjuk, meg a rohadó nyugaton, hanem azért is, mert a megszerezhető tudást és a világszínvonalú tudást Magyarországon nem lesz hol alkalmazni. Azon kívül meg persze az a baj, hogy ennek az oktatáspolitikának az is az eredménye, hogy beszűkülünk. Tehát én nekem ez egy nagyon régi mániám és meggyőződésem, például hasonló módon, hasonló helyzetű országokhoz a nemzeti kultúrát egyáltalán nem veszélyezteti. Én lennék mondjuk abban a helyzetben, amiben nem vagyok, elkezdeném megszervezni a kötelező két tannyelvű oktatást a felső tagozattól, a gimnáziumon keresztül, az egyetemig bezárólag. Tehát nem egyszerű, az is egy nonsens, hogy a nyelvvizsga kötelezettséget megszüntették. Bármilyen furcsa is, most már lassan tényleg szándékosságot is felfedezek, abban, hogy hülyéket kell gyártani. Mindig kikértem mindenkivel kapcsolatban magamnak azt, hogyha ilyen állítások elhangzottak, de most már élek a gyanúperrel, hogy ez a rendszer úgy működik, és tudatosan teszik ezt. Úgyhogy azt akartam még kinyögni, hogy bizony egyrészt ez egy katasztrófa, hogy maga az állam
a nyelvtudáshoz hogyan viszonyul, vagy a magyar oktatáspolitika. De ugyanakkor meg jelentem bátran, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben ez a globális nyilvánosság, még akkor is, hogyha számomra nagyon meglepő módon a 21. századi Magyarországon, ami hát nem egy nagy ország és városokkal van teli, azért messze nem olyan a nyilvánosságot, a nyilvánosság technológiája, hogy magyarul beszéljek, szart se ér a térerő, és szart se ér az internet. És nem csak falun, hanem még nagyobb városokban is. De mert hogy ezeken keresztül nem nyílik ki az ablak? Nem, szart se ér pont. Kinyílik különben, azt akarom mondani, amellett zárójelben jegyzem meg egyébként, szart se ér, de épp azt akarom kinyögni, hogy de ezzel együtt kinyílik az ablak. Azért sokkal kevésbé különböznek a mai tizenévesek, a városi tizenévesek, a falusi tizenévesektől, és fordítva, mint a városi öregek a falusi öregektől. Igen, ezt ja, úgyhogy ez egy reménytelen kísérlet, már az, hogy a dinasztia építés szándékával működő Orbán rendszer bezárja itt a határokat, és ezekkel az eszközökkel tartsa fel a hatalmát az idők végezetéig. Ellenben egy dolgot el lehet érni, hogy az ország versenyképessége, az életminőség, az leszakadjon. Leszakadjon attól a világtól, ahová mi tartozunk. Igen. Említetted, hogy a szociális szférából, egészségügyből, oktatásból vonnak el forrásokat, és netalántán ebben már szándékosságot is látsz. Lehet, hogy a költségvetési tervezésnél szakítani kellene a maradvány elv logikából? Tehát leszarom ezeket a szakpolitikai izéket, hokmecolásokat, Misi. Ezzel a rendszerrel kell szakítani. Ezzel a rendszerrel. Hogy szakítanának, amikor csokolom. Most kitalálták, hogy csökkenteni fogják a házi orvosi körzetek számát, és az 1200 fő alatti praxisokat meg fogják szüntetni. Most hogy függ össze ez a maradvány elvvel? Ezt a régi vitát, mondjuk ez még a 90 előtt még értelmezhető dimenzió volt egyáltalán. Most is. Hogy most mennyiben, ugyan már? Hát van valami azért megtermelt javak előállnak. Na de most te hülyéskedsz, hogy ez a rendszer azzal a politikai filozófiával, azzal a hatalomgyakorlási móddal, azzal az étosszal, most egyszer csak reggel fölébred Orbán Viktor, hogy szakítunk a maradványával. Hát ugye most elkezdik a saját prioritásuk alapján beosztani ezt a pénzt, hát és ami marad, az jut a szociális szférára, egészségügyre. Na, igen, de ebbe hogy lehetne, hogy ezt... De nem fogják ők. De figyelj, én nem... Most komolyan akkor hogy lehetne? Hát úgy akkor megfordítom az előbbi állítást. Orbán Viktor fölébred, és azt mondja, hogy szakítunk. Na de akkor az egész rendszer gondolkodásmódjával, hatalomgyakorlásával, mindennel hát szakítani egy... kell. Arról most nem beszélve, hogy persze forrásokat kéne valahol persze teremteni, és attól mondjuk, hogy lebontom most csak egy semleges dolgot mondjuk a biodomot, attól mondjuk, jó, hát a bontóknak lesz egy kis pénzük, tehát az is gyarapíthatja, akár az is gyarapíthatjuk a nemzeti jövedelmet, hogy valakik munkával természetesen, ugye hát másképpen nem megy, lebontják a biodomot. Hát azért teljes abszurdum, hogy meg lehet etetni ezt a kedves közönséget azzal, hogy azért nem lehet az oktatásba források, azért nem lehet pedagógusbért emelni, mert nem kapjuk meg az uniós fejlesztési pénzeket. Soha semmilyen módon nem volt arról szó, semmiféle statutum erről nem rendelkezik, sőt, hogy egy országnak szánt fejlesztési pénzből béreket fizessenek. Jó, igen, én csak arra gondoltam, hogy látsz abba
esélyt, hogy ahogy eltolódott ilyen irányba, a rendszer nem. A saját önkorrekcióját nem. Végezzi. Nem. Nem. Én azt gondolom, hogy a rendszer korrigálni abban fog, korrigálni, tehát ezen az úton fog tovább menni, és mindaddig, ameddig nem lesz társadalmi ellenállás, egészen addig, hogy ezt a hatalmat nem takarítja el, addig, amiben korrekció lesz, az az lesz, hogy egyre radikálisabban fog reagálni az esetleg előálló társadalmi aktivitásra. És minden eszközt meg fog ragadni, amit aktuálisan szükségesnek tart, pont. A magyar habitusban, történelmi múltban van arra példa, hogy társadalmi ellenállással egy rendszert korrekcióra, vagy leváltásra, vagy elzavarásra eredményezte? Hát nézd, végül is a kiegyezést tekinthetjük valami ilyesminek, de aztán az elmúlt 101 néhány évben végül csak akkor történt valami, hogyha geopolitikai összeomlás volt, hiszen amikor mulatos kedvemben vagyok, akkor szoktam arra gondolni, meg elkezdtem képzelni, hogy mondjuk Orbán Viktor, hogyha Jalta nem omlik össze, vajon milyen politikai karriert futott volna be, és hol? Lehet, hogy ő lenne az MSZMP főtitkára. Mert hogy ezen a társadalom olyan túl sok nem múlott a rendszerváltás tekintetében, ajándékba kaptuk. Látszik egyébként, én ezért szoktam azt emlegetni, hogy amikor az a kérdés fölön, hogy miért mások a lengyelek, mint a magyarok. Vagy hát nem a lengyelek, ezt dobjuk. Tehát miért van más politikai klíma, vagy miért reagálnak másképpen, miért más ott a közélet, mint Magyarországon. Ugye két nagyon érdekes motivum van, ami érdemes elgondolkodni. Hát ugye az egyik az az, hogy Lengyelországban azért jellemzően az egész kommunista rendszer alatt, amelyet én semmiféleképpen nem hozok párhuzamba, nehogy félreértés legyen, és nem ebben az értelemben használom a jelzőt mondjuk a fasizmussal és a többi, mert hiszen azért a kommunizmusnak volt egy konszolidált, változott, én konszolidált fasizmusról nem tudok, zárójel bezárva. Mindig, abban az időben mindig volt szervezett, struktúrált ellenállás. Az egyház, szakszervezetek, és a többi is. A másik, ami tehát egyszerűen benne van, bennük van, tudják, hogy kell egy szervezetet megcsinálni, tehát itt ilyenekre kell gondolni. Sok-sok olyan ember van, aki tudja, hogy kell egy szervezetet csinálni. Én ezért örültem például, meg örülök a Noir-féle kezdeményezésnek, például annak is, hogy pénzt gyűjtenek, hogy megpróbálnak pénzt csinálni. Ahhoz, hogy a mozgalom tudjon működni. De minden ilyen... De akkor nem szeretem ezt a szót, hogy alulról jött. De ez ha megnézzük a nyilvántartást, közel 150 párt van ma Magyarországon beegyezve, és 860 ezer egyesület, non-profit szervezet. Várjál, még egy példát szeretnék mondani, bocsáss meg. Aztán itt van az agrárium. És hogy milyen, ez a történelem fintora is. Ugye emlékszünk rá, legalábbis mi emlékszünk rá, hogy a lengyelek nagyon csórók voltak annak idején, élelmiszerügyben, meg mindenféle ügyekben, és ugye meg lehetett állapítani, hogy hát bizony-bizony ott az ellenállás akkora volt, hogy nem jött létre a szövetkezeti tulajdon. Ugye maradt a magánbirtok és tőke, stb. Magyarországon volt egy nagyon komolyan szervezett agrárium. Jön a rendszerváltás, hős harcisaink és csapataink meggondolatlanul ripityára verték ugye a rohadt kommunista szövetkezeti rendszert. Máj napig kiejteni azt a szót, hogy szövetkezés. Nem csak szitokszó. Szitokszó. A lengyelek mit csináltak?
magángazdaságból elkezdtek szövetkezni? Elkezdtek szövetkezni a teljes vertikumban, a kereskedelemben, minden kutya fülébe, és mi van? Kimegyek a piacra, lengyel almát veszek. Meg lengyel élelmiszer, krumplit. Figyelj ide! Most kitalálták ezek az okosok ezt az ársapkát. Ugye Magyarország krumpli kereskedelme döntően francia. Van némi magyar. Most hozzáértők, ezt művelők, gyakorlók határozottan állítják. Egyéb részletekben nem mennék bele, mert nem óhajtok senkire rendőrt küldeni, mert hát ilyen lesz a fekete gazdaság. Az a nagy bizonyos helyzet, hogy azt mondják, hogy néhány hét múlva, hónap múlva lengyel krumplin kívül nem lesz semmi. Mert árban is ott tartanak, de magyar krumplin ausz. Hát nyilván a francia is, mert hát a francia gazda meg kereskedő szarni fog a magyar ársapkára. Na, sok a párt, azt mondtam, mi van? Hát pontosan azt, hogy elég szervezetnek tűnik, legalábbis adminisztratív. De itt mindenki utam. Elnök akar lenni, hát Misi, igen. Az igen. Isten áldjon meg. Mert ez a sok ez nem pártok, a pártok sok nem, egyesület. Nem, ez nem a pártok országa, ez az elnökök országa. Hát emlékezz vissza a szakszervezeti múltra. Igen. Hát az, hogy Magyarországon szakszervezetmentes övezet van, az egy közhely, de ennek például az egyik oka szintú úgy abban rejlett, mint amiről most beszéltünk. Tehát nem egyszerűen kívülről szét lett verve, mert egyébként igyekeztek. De amúgy meg megéltük, tudjuk, így van, és ez egyébként a rekrutációval és a szervezkedéssel kapcsolatos hazai ungarische kultúránk, ez mindenki elnök akar venni. Mindenki. Igen, hát amúgy ez ezek a pártok nem is pártok. Magyarországon nincs egy darab párt se. Formálisan léteznek, de a szakszervezet is és a párt is akkor van, ha van tagság. Ezek klienspártok. Ezek olyan pártok, mint amilyenek voltak Lengyelországban, a kommunizmus idejében, az NDK-ban, amikor egyébként egy pártrendszer volt, az állampárt, és egyébként ott voltak a parlamentben pártok, akiknek is volt tagjuk. Hát azért gondold meg, nagyjából, hát figyelj ide, most te neked ehhez van érzéked. Hát én azért szarára jöttem magam, most már nem egyszer, de azért az a vicc, amit most nem fogom megnevezni a két pártot, amelyik most talában kongresszus tartott, és 2,5 óra alatt vége volt, mert kiálltak a főnökök, elmondták a magukét, ahhoz mindenki otthon ebédelt. Hát milyen kongresszus az? Igen. Mi hol születnek a politikai alternatívák? Hol választódnak ki a politikusok? Ha az aktuális főnök beemel, és politikusnak tekint, akkor politikus leszel. Nem egy belső versenyen alakul ki. Én most számolgatom, hogy az elmúlt 5 évben hány olyan nevet tudok, aki maga csinálta meg magát. Én csak azt a állításod, vagy konzekvenciádat, amit levontál, hogy itt tömegellenállás, amíg nem alakul ki, addig nem nagyon várható itt korrekció a mai rendszerbe. Ezzel akkor a véleményed szerint is én ezzel egyetértek, hogy a formálisan meglévő civil szervezetek, a formálisan meglévő pártok, azok azért nem sok jótra kecsegtetnek. Hát azért nem, hát mondom, azért örülök az innovációnak, amit Perinfalvitában, Noárban, és most bocsánatot kérek azoknak, akiknek nem mondtam, meg hát ez az egész diákmozgalom, és a többi, pezseg az élet, nem fognak tudni már olyan kaszárnyát csinálni, bármennyire is idealizálják a Horthy rendszert, lelkük mélyén, meg az agyukban, meg egyáltalán, nem fog menni, itt vagyunk Európa közepén, nem fogja ezt eltűrni a lakosság. Hogy nem fogja eltűrni, nem tudom, és azt is tudom, hogy ez a haza élhetővé akkor egy olyan időhorizonton fog élhetővé válni, amikor én már nem leszek. Ez tény, ezzel meg kell barátkozni.
Az időnk rohamosan fogy. Nem mondod. Két dolgot. Tény, igen, baszki, 68 éves, elmúltam, rohamosan fogy az időm. De itt nem a mai a beszélgetésre szánt időkről gondoltam. Két dolgot, amit szeretnék, hogyha kitérnénk. Az egyik az, hogy mit is tudnánk mi most a éteren keresztül a mai hallgatóinknak üzenni, hogy mit is lenne jó, ha ők csinálnak, a másik pedig arra szeretnék még néhány percet rászánni, hogy hát ugye korábban, ahol mi ismeretséget kötöttünk, ott te gyakran, és hát azóta is mondott, hogy alapvetően egy szociáldemokrata beállítottságú ember vagy, hogy miképpen viszonyulsz a ma egyre nagyobb vagyoni különbségekre. Tehát erre a két területre még fordítsunk. Miképpen viszonyulok az egyre nagyobb vagyoni... Már hogy ítéled meg, hogyan látod, mennyire irritál, vagy egyszerűen csak leíró módon tudomásul veszed, hogy óriási nagy vagyoni különbségek alakulnak ki az országunkban, tehát erről beszéljünk egy kicsit, egy másikról pedig, hogy a hallgatóinknak, akik esetleg most főzés közben, vagy éppen valamilyen tevékenység közben hallgatnak bennünket, hogy mit tanácsolunk, hogy mi legyen az a dolog, amiért a horizontukat azért emeljék fel, és ne buskomorságba süllyedjenek. Figyelj, de először is a vagyoni különbségekkel kapcsolatban. Ugye van egy ilyen általános világegészét érintő dilemma ebben. Cikkeznek is róla sokat. Azoknak a vagyoni különbségeknek a nagy része, vagy egy jelentős része, amelyik a liberális demokráciákban alakul ki, az is tud irritáló lenni, vagy alakult ki, vagy létezik. Azonban ezeknek azért egy jelentős része mégiscsak teljesítmény alapú. És nem abból származik, hogy a közösséget kifosztották. Akármilyen közösséget. Itt egy zárójeles megjegyzést annyiban mindenképpen tennék, hogy és minden ellenkező híresztelésre szemben, ami manapság ugye a NER ideológusoknál elég sokszor elhangzik, szóval ez nem egyszerűen a gyarmattartásból, meg a gyarmatosításból következik, hiszen jó, Oroszország a világ egyik legnagyobb gyarmatosítója volt, noha nem a tengereken keresztül, és olyan nyomorult, hogy egy rohadt autót nem tudnak csinálni a mai napig, csak nagy fallikus szimbólumuk van az atom. Ez az egyik dolog. De végül is a te kérdésed a hazaira irányult. Okay. Na most... Az, hogy végtelenül irritáló, az a legkevesebb. Az, hogy ez katasztrófa. Ezeknek az embereknek a kezében az államtól és az uniós pénzek fosztogatásából származó vagyon szarrá válik. Egyrészt eltűnik, de nem véletlen ezek az egész kipcsakos, meg ilyen-olyan, hogy hívják, tehát annak a vagyonok egy jelentős része eltűnt. Illetőleg valahol van, csak nem itthon, és a bankrendszertől, amelynek egy részét lenyúlták, a szállodaiparon keresztül majdnem teljesen lenyúltak. Sorolhatnám, látható, vagy itt van a, mi az Isten haragja, éppen most az idegenforgalom paradox módon, ugye most kapnak egy zsák pénzt. Ezeket a vagyonokat ezek úgy működtetik, hogy eközben az államnak állandóan újra és újra kell őket feltőkésíteni, azaz pénzt adni. Tehát ez a vagyon here, élősködő, haszontalan, kárt okoz. Mi az, hogy haszontalan? Hülye vagy, Sani? Mi az, hogy haszontalan? Kárt okoz. Kárt, élősködik a nemzet testén. Torzítja, az biztos, hogy a piacot. Milyen piacot torz? Minket torzít? Minket hát, fosz ki? Hát minket fosz ki, de drága, ő nem a teljesítménye alapján lett szereplője. Hát se, hogy itt nincs teljesítmény, de hogy barátság. 14 család vitte el az uniós pénzek, 40-valahány cége az uniós pénzek 1/5-ét. Ebből következik az, drága Mihály, hogyha mondjuk élő disznót akarsz venni, akkor 1 kiló 1200 forint ma.
Egy 250 kilós disznó 4 millió forintba kerül. És a rohadt világban mi úgy nőttem föl, én úgy nőttem föl, hogy döntően azért vágtunk disznót azon kívül, mert izé, meg jó berúgni reggel, meg jó a hagymásvér, meg a nem tudom mi, mert csórók voltunk. De csak a csóró nem tud disznót venni, hogy elrakja a következő évre. Számtalan olyan ismerősöm van, aki mondta, hogy 2 éve, 3 éve vágott utoljára, és többet nem fog. És az 1000 forint, az egy átlagár. Jellemzően egyébként, talán Csongrád környékén 1200. Igen. Hát a marha az már milliós érték. És ez az elmúlt azért bő 30 év terméke persze, és itt azért a kisgazdák előtt is meg kell emelnem a kalapomat természetesen. Igen, ez azért hoztam itt most szóba, ó, mert... Ó, te figyelj ide! Annyi, és mi a szépsége ennek, a szépség, az esztétikája, félreértések elkerülése véget egyébként ennek a 14 családon keresztül azért csorognak le dolgok. A most, amúgy az 52-es úton, meg ott a környékén elképesztő mennyiségű full extra autót lát. Már ami szemnek sok. Amúgy meg egyébként elképesztő mennyiségű ember van, akinek nincsen társadalombiztosítási járuléka, és én nem nagyon régen lakom azon a környéken, ahol éppen lakom, de bizony, hát megtiszteltetésnek is vettem, hogy mondjuk a társadalmi felelősséget vállaló alsó középosztály egy jelentős része, ebben van azért annyi érzékenység, hogy mondjuk megpróbáljuk segíteni azokat az embereket gyógyszerrel, anyagi támogatással, akik naponta úgy végzik a munkájukat, hogy kapnak egy műanyag szakon bort, TB nincs, kapnak valami kaját, odalökik nekik, aztán... És napszámba? Hát ha ezt napszámnak hívod, mert a napszámnak ára van, az píz. Vannak napszámosok, de ez nem napszám. Ugye ez az a fajta paraszt, amire Horthy Miklós azt mondta, hogy a parasztnak annyi esze legyen, hogy beáll az eresz alá, ha esik az eső. Hát szomorú. No, mi legyen a vigasztaló? Igen, most kellene valami olyasmit mondani a hallgatóinknak, hogy azért a tekintetüket emeljék fel, legyenek büszkék azért arra, hogy itt élhetnek közöttünk, és nem kell szégyenkezniük azért, ha esetleg mondjuk kiszámolja pontosan, hogy mennyit kell fizetni a közértbe, és nem kell szégyenkezni akkor, hogyha mondjuk nem tudja a legújabb pulóvert, vagy cipőt, vagy sálat megvenni. Mert sokan ilyenek vannak, akik szégyellik azt, hogy ma nem tudnak az unokájuknak esetleg csak egy narancsot adni karácsonyra, mert erre tellik. Azért őnekik is kellene valami vigasztalót mondanunk. Hát először is ki kéne, mindenképpen ki kell dobni a szégyen érzetet az életükből, akinek van ilyen, és tudom, hogy sokaknak van, el kell engedni. Tudom, hogy nehéz, és igazából nem is nagyon tudják. De akkor is ezt mondom. Esetleg az örüljünk addig, ameddig élünk, örüljünk az életnek, mert azért akármilyen, de a akármilyen szar is, akkor is az élet cél. Társaságba, menjenek társaságba, próbáljanak összekapaszkodni, próbáljanak közösen kirándulni, próbáljanak közösen esetleg egy kultúrházba bemenni, beszélgetni, élményeket meghallgatni, utazási élményeket, szóval, hogy próbáljanak-e a bezárkózásból oldódni, és próbálják meg, ahogy beszélgetésre... Hát a magány a szar, igen. Hát ez teljesen persze, hát egyébként
Nálunk is van kórus, mert most csak azért jutott eszembe, mert a legnagyobb lányom nagyon szépen énekel most, ő is ott az egyik szomszédos város helyi kórusával. Igen, nem tudom, a lapos közhelyeken kívül nem tudok mondani, Misi, és amúgy meg... Menjenek egymáshoz szólni, meg egymással beszélni. Igen. Mert ezek izék, ez a közösség, meg blá, 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 blá. Hát ezt blá, mondhatnánk, amikor a kerítéssel. Figyelj ide, amióta a kisdobos szervezetbe beléptem, azóta közösséget építünk állandóan. Az ember ezzel együtt is hol magányos, hol kevésbé magányos. Egy dolgot biztosan tudok állítani, hogy, hogy itten a szegény embernek, a szegény ember gyerekének semmi oka nincsen a szégyenre. Igen. Semmi oka nincsen. Se egyikünk, hát nem mondanám, hogy egyikünk sem, mert azért hosszú lenne a sora, hogyha végigmondanám, hogy ki mindenki szégyelhetné a pofáját, de úgyse fog, azok nem fogják. Úgyhogy ajánlom azoknak, akiknek nincs okuk a szégyenre, azok ne szégyenkednek ezenek, és amúgy örüljünk az életnek. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm szépen Csintalan Sándornak, hogy eljött, és tudtunk itt beszélgetni múltról, és remélem egy kicsit a jövőről is, amit megszívlelendőnek és összefoglalóként én talán kiemelnék, hogy nem kell szégyelni magukat, és álljanak egymással szóba, keressék egymás társaságát, és ahogy többször is elmondtad a végén, örüljünk az életnek. Úgyhogy köszönöm szépen ezekkel. Búcsúzunk kedves hallgatóinktól, és találkozunk legközelebb itt a Oltalom Rádió hullámhosszán a Nyugdíjas Parlament rovatában. Karácsony Mihály voltam.